Ezek a hölgyek csikungórán vesznek részt Szabó Attila vezetésével. A csikung az Kínából ered, a szeltesek fejlesztették ki a kolostorokba. Arra szolgált, hogy mikor reggel fölébrednek, hogy ráhangolja őket a napi tevékenységre. A harmonikus környezetben a lassú mozdulatok nyugalomra hangolják a testet. Nem is az a lényeg, hogy tökéletesen véghez vigyük a gyakorlatokat, hanem hogy ugye figyeljünk önmagunkra, tehát a testünkre. Zsófi és Máté másra figyel a zöld udvar egy másik szegletében. Máté tűzokádó sárkányt készít éppen. Ez a feje, ez a tuska. Zsófi csillogó mandala gömböt készít. Játesszük a gyöngyöt, utána jön a flitte, játesszük egy a virágot, és beleszújjuk a gombostűt. Így van. És mitől csillog ilyen szépen? A flittejtől. És hát valahogy ugye ajándékba készítjük ezeket. És akkor a gyerekek kitalálják, hogy kinek szeretnék ajándékozni, és olyanra készítik el. Én anyudnak. Na. Zsófi, te kinek ajándékozod ezt? Anyának. Jaj, nagyon szép, Zsófka, köszönöm szépen. Gyere, nagyon szép. Anyának lenni jó, de mégis a gyerekeknek a legjobb. A kicsik rengeteg dolgot csinálhatnak, amit a felnőttek már nem. Őszinte élvezettel ugrálnak az ágyon, pancsolnak a vízben, és sikongathatnak is. Kicsit sem ciki együtt tornázni a vízben a többiekkel, sőt, inkább izgalmas kihívás. Érdekes a számukra, hogy megtapasztalják, hogy lelassul a mozgásuk a vízben, nem olyan gyorsak, mint szárazföldön. Persze azért a kicsik szívesen kipróbálják a felnőttes dolgokat is. Gyertek, fáradjatok be a szaunába. Zsófi és Máté gyerekeknek kialakított szaunában vesz hőfürdőt. Most, hogy már ilyen jól megmelegedtünk, bekenjük magunkat cukorral. Sőt, dörzsölni fogjuk magunkat a cukorral, és ez azért jó, mert a hámréteget, ami már nem kell nekünk, azt ezzel ledörzsöljük és megtisztítjuk a bőrünket. A cukorból persze mindenhova jut, aztán narancssal öblítenek a srácok, majd folytatódik a szauna program a szaunán kívül. Zuhany után ebben a jéghideg vízben mártóznak meg a wellnessező apróságok. Azért a szauna nem versenyezhet a játszótérrel. Játékok, jó levegő, kacagó vidámság. Úgy tűnik, semmi sem zökkentheti ki a játszadozó gyerekeket, esetleg egy-két finom falat. A legendás szilvás bukta, olyan szilvalekvárral, amelyről híres az egész falu. Az a hír járja erről a lekvárról, hogy ebben nincsen cukor? Nincs. A szilvalekvárban azért nincs, mert jó éred gyümölcsökből főzzük a lekvárt. 10-12 órán keresztül nagyon forró szedjük ki, és ahogy hűl, úgy bőrösödik be a teteje. Lezárja önmagát, tartósítja a szilva. És minden gyümölcs képes erre, vagy csak a szilva? A szilva, mert pont emiatt, hogy ilyen nagyon hosszú ideig főzik.